De szép jó napot mindenkinek, üdvözöllek titeket a Money Vlog mai részében. Úgy gondoltam, hogy mivel június vége van, nyár van, jó idő van, mindenki a strandon döglik, napozik, élvezi a szabadidőt és a pihenést, és ráadásul még a témánk is egy olyan téma, ami szorosan kapcsolódik a nyárhoz, illetve az utazáshoz, ezért ma lazába, kényelmesbe vágom magam, hogy illeszkedjen az öltözékem is a témához, azonban, hogy kinézek az ablakon, és hát megvett ezt a 18 fokos, esős, szutyok, hideg, szeles, szar idő, ezért úgy gondolom, hogy hát ezt az öltözéket inkább hagyjuk. Na de akkor térjünk is vissza a megszokott kerékvágásba, és kezdjünk is bele a mai témánkba, ami lehet, hogy elsőre nem tűnik egy olyan komoly témának, azonban nagyon-nagyon fontosnak tartom, és ilyenkor nyáron ugye rengetegen utazunk el családdal, barátokkal, párunkkal, gyerekekkel, stb. És hát nagyon sok esetben, nagyon sokunk nyaralását, hát egyes negatív dolgok be tudják árnyékolni, mint akár egy lopás, egy baleset, vagy egy lerobban az autónk, vagy bármilyen. Na most így ezekre az esetekre kínál egy nagyon egyszerű és olcsó megoldást, az utasbiztosítás, amit valamiért még itthon Magyarországon mégsem igazán szeretünk, pedig pár 100 forint, max. 1-2000 forintból meg lehet azt oldani, hogy bármilyen váratlan kiadást tudjon fedezni nekünk a biztosító, és ne roncsa a nyaralásunkat. Na de, járunk is utána, hogy miért olyan sötét ló az a magyar biztosítási piacon, és miért van az, hogy alig több, mint a magyarok fele indul neki egy utazásnak utasbiztosítás nélkül. Az első olyan példa, amit felszoktunk hozni ilyenkor menekülő útként és kifogásként, hogy milyen nekem utasbiztosítás, hát én rendelkezek ezzel a gyönyörű kis kék európai egészségbiztosítási kártyával. Azt a megöpség úgy hívják, igen, európai egészségbiztosítási kártyával. Habár igen, tudni kell azt, hogy a kártya rendelkezésével bármelyik Európai Uniós országban, vagy ezek a társult országában, mint Liechtensteinben, Svájcban, Norvégiában és azt hiszem Izlandon, ellátnak minket, azonban azt is tudni kell, hogy csak is kizárólag orvosilag indokolt, akut esetben nyújtanak nekünk segítséget. Ez mit ilyen konyhanyelvre lefordítva? Azt, hogyha éppen hipohonderülök és bemegyek ilyen problémákkal, hogy éppen folyik az orrom, vagy úgy érzem, hogy megfáztam, vagy úgy érzem, hogy halálos beteg vagyok, és kiderül, hogy semmi problémám nincsen, akkor ezeknek az ellátásoknak, illetve vizsgálatoknak a költségeit súlyos-súlyos, akár 100 000-es vagy milliós tételben a bankszámlánkra fogják terhelni. De hogy pontosan tudjuk, hogy mi a különbség e között a cuki kis kártya és egy utasbiztosítás között, ahhoz hoztam nektek egy egyszerű kis távolzatot, ahol hip-hop meg is tudjuk nézni a különbségeket. Az első és legfontosabb különbség, hogy az Európai Egészségbiztosítási Kártyával csak és kizárólag a szerződött állami intézményekbe, és ilyen azok közül sem mindegyikbe tudunk menni, és hát a feleset tudja, hogy egyes régiókban, egyes területeken milyen közel van az első ilyen szerződött partner, és hát akkor amellett sem menjünk el, hogy mondjuk milyen minőségű ellátást nyújtanak az egyes állami intézményekben. Ugye már itthon is megnéztük az egészségügyes videóban azért, hogy hát egy magán és egy állami egészségügyi intézmény, kórház vagy szakrendelő vagy bármi között azért elég markáns különbségek tudnak lenni. Amellett sem szabad elmenni, hogy említettem nektek, hogy ezzel a cuki kis kártyával csak és kizárólag orvosilag indokolt akut esetekben kapunk ellátást, addig ha utasbiztosítással rendelkezünk, akkor akár más esetekben is kapunk ellátást, amik egyébként nem lennének fedezve. Ezek közül egyet-kettőt hagyom egyek ki, szerintem kimondottan fontos. Az egyik ilyen például a szállítás, akár ott helyszínről egészségügyi intézménybe, akár pedig az egészségügyi intézményből haza, amik hát nem olyan szoktak benne lenni az alapfedezetekben. Gondoljunk bele például abba, hogy egy síelésnél mondjuk egy helikopteres hegyi mentésnek, vagy mondjuk egy hajós kirándulásnál egy hajós mentésnek milyen költségei vannak. Hát ezeket úgy általában az adott országnak az egészségügyi pénztára, vagy ami nálunk az OEP, az nem olyan szokta finanszírozni. Fontos még arról is beszélünk, amit a legeslegnagyobb és legmarkánsabb különbség, hogy nagyon sok országban, még a helyi lakosoknak is egy úgynevezett önrészt kell fizetni akkor, hogyha igénybe szeretnék venni az egészségügyi szolgáltatásokat. Na ezt az önrészt az Európai Biztosítási Kártyával, ezt soha nem fog tudni kiperkáltatni a biztosítókkal, ezt minden esetben magunknak kell majd állni. Még egy utasbiztosítás esetén nagyon sokszor ezeket az önrészeket is állja a biztosító, bár nyilván csak és kizárólag a szerződési feltételekben foglaltak szerint. És ezek által egy bizonyos meghatározott keret összegig. Ráadásul vannak olyan ország, akkor ezen az önrészen felüli részt, amit egyébként majd az adott pénztár, amit Magyarországon az OEP meg fog téríteni, azt is előre kell kifizettünk, és majd csak és kizárólag az utólagosan benyújtott számlák alapján kapjuk vissza. Na, ezt egy utasbiztosítás esetében bármely országban a biztosító kifizeti. Ja, előre, bocsánat, nem utólag, egy fontos paraméter. Gondoljunk bele abba, hogy egyes akár már közepes műtétek esetén is, hát csak ez az önrész, ami általában 20-30%, ez is több százezres vagy több millió forintos tételt jelenthet. Mi lesz velünk akkor, hogyha az egész tételt nekünk kell kifizetni? Hát valamikor annyiban, hogy lehet, hogy a következő pár napban a családi nyaralás már nem a
nem a költekezésről fog szólni, mert nem olyan családnyaralásnak, hanem gyakorlatilag konkrétan egy családi háznak az árát lehet, hogy ott kell hagynunk a nyaralás alatt. De hogy mégis milyen összegekről beszélünk, hogy ezt kicsit jobban átlássuk, ezért hoztam nektek egy pár példát. Az interneten ugyanis viszonylag rövid keresgélés után olyan horrorisztikus összegekről szóló ügyfélpéldákat és ügyfélsztorikat lehet találni, amik tényleg egy-egy családi ház árát is felemésztenék, hogyha az adott illető nem rendelkezne biztosítással. Az egyik ilyen példa, amire rátaláltam, az egy törökországi utazáson lévő magyar hölgynek a példája, aki semmi rosszat nem csinált, mindössze annyira ügyetlen volt, hogy a lépcsőn lefelé sétálva megcsúszott, és hát egy cuki comnyaktörés szenvedett kint Törökországban. Kezdések ugye beszállították az ottani kórházba, ahol a comnyaktörés műtétet azt viszonylagosan gyorsan meg is csinálták rajta, egy pár nap még ott tartózkodott, természetesen a lányával együtt, hogy ne legyen egyedül, ezért kísérőként ő is ott maradt, majd mindkettőjüket magángéppel hazaszállították Magyarországra. Csak hogy mondjak nektek ez egy konkrét tételt, hogy a hölgynek miket kellett volna kifizetnie, akkor, hogyha nem rendelkezik biztosítással. Kórházi kezelés és műtét 13.000 euró. Mentő a reptérre 423 euró. Repülőgépes hazaszállítás 11.000 euró. És ezek mellett a mentőre a kórházba tértő szállítás, illetve a hozzátartozónak a szállás költsége együttesen 30.000 forintot tett ki, ami már mindegy elhanyagolható tétel mellett a több ezer euró mellett. Ha kiszámoljuk, akkor gyorsan össze tudjuk adni, ez gyakorlatilag egy 7 millió forintos mínusz eredményezett volna, ami bajuk, hogy ezért egy elég drága törökországi nyaralást tenne ki. Az utazon.hu adatai szerint, hogyha mondjuk egy sírásnyi olyan balesetet szenvedünk, ahol hegyi mentést kell végezni, akkor már egy légtechnika nélküli hegyi mentés is nagyjából 350-400 euróba kerül. Helikopter használatával pedig ez az összeg nagyon gyorsan akár 4000-5000 euróra is felkúszhat. De akkor ne gondoljunk ilyen nagy tételekre, nézzük csak meg azt, hogy milyen kisebb olyan nyaralást elrontó hétköznapi problémák jöhetnek szóba, amik ugyanúgy több százezer forintos tételt jelenthetnek a pénztárcánknak. Első körülményként nézzük egy strandlopást. Éppen békésen fürdőzünk a tengerparton, mindenki viszi le a telefonját, hogy tudjon szelfizni, egy tabletet vagy egy laptopot azért, mert egyszer nem tudunk elszakadni az internetnek a világától. Nagy Isten, van még nálunk egy fényképezőgép, meg nagy Isten valamennyi készpénz is. Ha összeadunk mondjuk gyorsan 4 telefont, egy tabletet, vagy egy laptopot, meg mondjuk egy 10-20 ezer forint készpénz, akkor viszont gyorsan kijön az, hogy egy olyan könnyen félmillió forintos, sőt akár még nagyobb tételbe is belecsúszhatunk, csak azzal, hogy őrizetlenül hagytuk a plédünket, napágyunkat, bárminket. Másik probléma is olyan sokakkal megtörténhet az, hogy ha valami gubanc történik az autóval egy autós utazásnál. Ilyenkor nem csak azzal kell számolnunk, hogy ott helyileg találunk egy szerelőt, azt az autót, azt a szerelőt kell szállítani. Ha mondjuk nem egy pillanat alatt elhárítható problémáról van szó, akkor egy plusz napos szállásköltséget kell fedeznünk, amik megint csak több százezer forintot tehetnek ki, egy-két vagy akár négy főre nézve is. Tudok mondani egyébként személyes példákat is, az egyik barátomnak például a Korfun kificamodott a bokája, amit beszerettek volna gipszelni, gyakorlatilag a fél órás gipszelésért cserébe 100 eurót akartak róla a helyszínen lepattintani. Egy kedves másik barátom nemrég Amerikába járt, ahol sajnos elkapott egy fertőző betegséget, így két napig kórházban kellett feküdnie. A két napos kórházi kezelésre 3500 dollárt vontak volna le a bankszámláról abban az esetben, hogyha nem lett volna biztosítása. Ilyen esetekben tegyük fel magunknak a kérdésében, megéri ezt a pár száz forintot, vagy én tényleg úgy gondolom, hogy egy főre, akár egy 1-2 hetes utazás is, ha Európán belül vagyunk, akkor 3-4-5000 forintnál nem lehet drágább, hogyha Európán kívül, akkor is egy tízesben nagyjából bele kell férnünk. Nyilván azért, mert mondjuk Európán kívül, mondjuk, hogyha Észak-Amerikába, USA-ba repülünk, akkor kicsit nagyobb térítési összegekkel kell számolnunk, amik nyilván megemelik a biztosításoknak az összegét is. De tényleg, hogy ezt a pár ezer forintot ne sajnáljuk azért cserébe, hogy megúszunk több százezeres vagy több milliós, akár anyagi, dologi vagy személyes sérüléssel kapcsolódó károkat, és utána ezeket ne a mi pénztárcánkból kelljen kifizetnünk saját magunknak. Nagyobb egészségügyi oldalra mi az, ami le tud minket fedni, az még Európán belül nagyjából egy ilyen 50 millió forintos keret, Európán kívül pedig egy kb. 100 millió forintos keret. Ha ilyen összegekkel kötünk utasbiztosítást, akkor biztos vagyok benne, hogy semmilyen váratlan esemény nem érhet minket, ami nagyon-nagyon megviselni a kis pénztárcánkat. Nyilván nem elég figyeljünk arra, hogy olyan típusú utasbiztosítást válasszunk, ami a mi utunkhoz, illetve a mi szokásunk az a legmegfelelőbb. Tehát ha autóval vagyunk, akkor autósat, ha repülővel, akkor repülősat, ha tengerpartra, akkor tengerpartosat, például a strandlopás miatt, ha síelnünk, akkor kimondottan olyat, ami síeléshez vagy snowboardozáshoz illik. Nyilván ez azért van, mert más típusú biztosítások más típusú tételeket tartalmaznak. Nyilván egy síelősben nem lesz benne egy strandlopás, mondjuk egy strandosban pedig nem lesz benne a hegyi mentés. Oké, egy-két dolog, amire még érdemes figyelni, 15 éves idősebb autót nem nagyon szeretnek például itthon biztosítani a biztosítók. A másik ilyen problémámból nagyon sokszor vita szokott lenni, pedig hogy olyan biztosítást keresünk, amik kimondottan vállalják az elektronikus berendezéseknek, például a táblagépeknek, telefonoknak, laptopoknak a biztosítását, úgyis nagyon-nagyon sok esetben ezeknek az ellopása, eltulajdonítása esetén nem fizet a biztosító, és benne van a biztosítási feltételekben, mint kizárás, hogy
ezekre bizony nem fognak téríteni. És végül nem utolsó sorban, hogy mégis mi lehet a jó ára, amiért érdemes utasbiztosítást kötni, én tegyi így gondolom, hogy nagyjából Európán belül egy ilyen 5-700 forint per nap per főért tudunk utasbiztosítást találni, Európán kívül, hogyha még az USA-ba szeretnénk utazni, akkor például nagyjából ennek a duplájával kell számolnunk. Viszont könnyen ki lehet számolni, hogy egy 4 fős családnak, mondjuk egy európai tengerparti nyaralását, durván egy 10-12 ezer forinttal fogja megdobni ez az utasbiztosítási csomag mind a négyükre. Azonban én úgy gondolom, hogy ez a valamit valamiért elver, ha már több százezeret tudunk a nyaralásra, illetve az ott létünkre áldozni, akkor ne azon az egy tízesen múljon a dolog. Sokkal rosszabb lesz utólag nélküle, higgyétek el. Természetesen azért fontos kihangsúlyozni, hogy az utasbiztosítás mellé is érdemes ezt a kis kártyát kiváltani, amiről már beszéltünk. Az a legjobb, hogyha van ez is, az is, akkor biztos, hogy nem érhet minket nagy probléma. Na, a mai részben röviden erről szerettem volna nektek mesélni, hogy mégis hogyan néznek ki az utasbiztosítások, mire figyeljünk, és hogy mégis miért fontos ezt megkötni mindig, amikor külföldre megyünk, amikor külföldön tartózkodunk. Remélem, hogy az idei nyaralásatokhoz tudtam egy pici hozzáadott értéket adni, illetve abban is szeretnék nektek egy kis segítséget nyújtani, hogy egy nagyon jó árértékarányú utasbiztosítást kapjatok bármelyik idei nyári vagy akár majd téli utazásatokhoz. Ezért a videó alatt a leírásban, illetve a Facebook posztban is találtok majd egy linket, ahol egy nagyon jó árértékarányú Magyarországon elérhető, úgy gondolom, hogy nagyon sok mindenre kiterjedő utasbiztosítást tudtok kötni, nagyon-nagyon jó áron. Én köszönöm, hogy ma is itt voltatok velem, további szép napot, és hát jó pihenés mindenkinek előre. Sziasztok!